A világszerte nagyra értékelt Gordon módszer az emberi kapcsolatokat alapjaiban elemzi és alakítja. Eredményes nevelésre tanít szülőt és tanárt, kölcsönösen boldog együttélésre feleséget és férjet. Bárkit, aki jobb kapcsolatokat akar maga körül. Ezeken belül a legfontosabb talán mégiscsak a gyermekeinkkel való kapcsolat, melyet dr. Thomas Gordon is felismert. Az ő szülői eredményességi tréningje úttörő modell a gyermeknevelésben, amely már szülők millióinak segített világszerte. Ezen gondolat mentén indítják útjára a Gordon tréninget Kőbányának Kőrösiben. Kezdőpedagógus koromban éreztem úgy az első osztályomban állva, hogy nagyon-nagyon jó, hogy egy csomó csillogó szemű gyerek rám néz, de láthatóan vannak, akik nincsenek itt. Tehát nincsenek kész a tanulásra. És szerencsére abban a pillanatban eszembe jutott, hogy a pedagógus képzésem során a főiskolán én már hallottam a Gordon módszerről a pedagógiai gyakorlattantárgy keretében, és mivel fiatal voltam, 20 éves gyerekem se volt, tehát az is nagyon foglalkoztatott ezzel egy időben, hogy a szülők mitől fognak engem komolyan venni. Habár természetesen felkészültnek éreztem magam a tantárgyaimban, de a kapcsolat a gyerekekkel, a családokkal, az számomra nagyon fontos volt elejétől fogva, és olyan szerencsém volt, hogy a Gordon módszer meghonosítása akkor kezdődött Magyarországon, hát ezt elmondhatom, hogy ez 30 éve volt, és elejétől fogva részt vehettem ebben a munkában, nagyon-nagyon örülök neki, és még azt is szeretném elmondani, hogy ez Kőbányához kötődik, hiszen már akkor kapcsolatunk volt a Köszivel, először a Köszivel, és az én első csoportom is a Kösziben zajlott. Méghozzá olyan nagy érdeklődés volt, hogy amikor a 30. résztvevő bejött, akkor a kollégámmal, hiszen mi leggyakrabban páros vezetéssel tartjuk a Gordon csoportokat, egymásra néztünk, és azt mondtuk, hogy ha még egy valaki bejön, akkor ketté osztjuk ezt a csoportot. Végül ez nem így történt meg, de egy nagyon nagy létszámú, nagyon érdeklődő közönség volt a legelső csoportunkon, és ez az élmény is egy nagyon fontos volt a számomra, mert hogy utána én már teljesen ennek a módszernek szenteltem a szakmai életemet. Pontosan mit akar ez? A nevelést azt kommunikációs helyzetek során valósítjuk meg. Ez lehet, hogy meglepő azoknak is, nekünk, akik nevelők vagyunk, hiszen én is pedagógus vagyok alapvetően, hiszen éveket tanulunk arról, hogy hogyan tanítsunk meg tantárgyakat. De az a Carl Rogers-i örökség, hogy a tanulás az egy kapcsolaton keresztül valósul meg, és ez nagyon igaz egészen a fiatal felnőtt korig, ez az egyik legfontosabb útra való nekünk pedagógusoknak, és akkor most áthelyezve magamat is a szülői szerepembe, nekünk szülőknek is. Tehát azt hiszem, hogy amikor szülők leszünk, akkor vannak ködös elképzeléseink arról, hogy ez mennyire jó lesz, vágyunk arra az életre, hogy együtt már megéljünk egy egészen másfajta szerepet, viszont pontosan a gyerekeinkkel, és először persze azzal a kicsi babával való napi helyzetekben mutatkozik meg az, hogy mit is hozunk magunkkal. Mert hát abból kezdünk szülővé válni, abból az eszköztárból, amit eltanultunk, amit láttunk a saját szüleinktől. És nagyon meglepő az, hogy az, amikor kiki azt tapasztalja magáról, hogy mondjuk szó szerint képes azt mondani a gyerekének, amire aztán visszaemlékszik, hogy na ez volt az, amit mennyire nem szerettem hallani a szüleimtől, vagy a tanáraimtól, például azt, hogy lehetsz ilyen lusta, teszem azt, vagy hogy hagyd már abba. Tehát ezek, és ez mind sok-sok apró hétköznapi kommunikációs helyzet, na de a kapcsolatunk az ebből fog kialakulni. És ez az, amivel a Gordon módszer foglalkozik. Hogyan tudják ezt a megfelelő kommunikációt átvinni, átadni a szülőknek, megtanítani, vagy akár az óvodapedagógusnak, vagy az iskolában tanító pedagógusnak? Mennyire nehéz ezt megtanulni? Először is a Gordon könyveket 30 éve adjuk ki Magyarországon, ez is a tevékenységeim közé tartozik, tehát a könyvek gondozása, kiadása, kereskedelembe juttatása,
Egyébként nagyon boldogan mondom el azt, hogy például a szülői eredményességi tréning könyvet, vagy az Emberi Kapcsolatok című könyvet, ami Thomas Gordonnak, a szerzőnek az életmű összegző könyve volt, vagy a vezetők könyvét, vagy a pedagógusoknak szóló könyvet, ezt úgy kell készleten tartanunk, mint mondjuk az angol szótárat. Tehát ha belegondolunk 30 évbe, akkor ez alatt azért mondjuk 2 szülőgeneráció következett már, és ők újra és újra keresik ezeket a könyveket. Amikor megújítottuk a könyveket, akkor én azt tapasztaltam, hogy csodálatos, hogy ez a szöveg nem avult el. Beemeltük persze a példatárba az esetek közé a mobiltelefont, meg az iPad-et, meg a mai élet egyik ütközőpontját a családokban, hogy hogyan tudjuk a gyerekeket a képernyőtől elcsábítani. Ez persze nem volt 30 évvel ezelőtt. Viszont az a mód, ahogy hozzá tudunk nyúlni ezekhez a problémákhoz, az kristálytisztán nyilvánul meg ebben a módszerben. Tehát a kérdésére válaszolva az egyik a könyvek. A másik pedig az az élmény, a saját élmény, és a tanfolyamaink azok saját élményen alapulnak, így is hívjuk őket, hogy saját élményű csoportok. Úgyhogy számos különböző tanfolyamunk van a Gordon módszer alapján, hiszen ezek akkreditáltak is a magyar továbbképző rendszerekben, pedagógus képzésben és szociális ellátórendszerben is, 30 pontot érnek a szakdolgozóknak, akik ezt elvégzik, de ami ebben nagyon lényeges az az, hogy ők eljönnek, és nem valamilyen elméleti fejtágításban van részük, hanem egy nagyon pozitív, nagyon kreatív, elfogadó légkörben arra van lehetőség, hogy önmagukról, a saját érzelmi működésükről, reakcióikról megtanuljanak dolgokat, észrevegyék, hogy mi az, amitől azért szívesen megválnának, mert mondjuk nehezen tud, gondolok most itt kisgyereknevelőkre például, hiszen a bölcsődékkel nagyon régi a szakmai kapcsolatunk, a kőbányai bölcsődével is, nagyon sok kisgyereknevelő végzett már Gordon tanfolyamot. Például náluk is azt tapasztaljuk, hogy sokkal könnyebben és a szakmai tudásukat nagyon jól kamatoztatva tudnak a gyerekekhez viszonyulni, és sokkal nehezebben a szülőkhöz. Holott ebben a nagyon kis gyerekkorban, de azért ez így marad még az általános iskola alatt is, nagyon fontos lenne az, hogy a családokkal legyen egy olyan elfogadó kapcsolat, ami nem tévesztendő össze a haverkodással, amiben a szakember, a kisgyereknevelő, később az óvodapedagógus, a tanítók, a tanárok a maguk szakmai tudását bele tudják adni a szülővel való viszonyba is. Én például ebben rengeteg lehetőséget látok. Mi a Gordon tanfolyamon tanítjuk azt az autentikus tanácsadó attitűdöt, amivel tényleg tudok segíteni a szülőnek, hiszen a szülőnek 1, 2, 3, nagyon ritkán van, hogy több kamasz gyereke lesz élete során. Nekem meg ez a munkám, tehát valószínűleg én erről sokat tanultam, nagyon sok a tapasztalatom, és milyen jó lenne, hogyha ezt nevelőként úgy tudnánk elmondani, hogy a szülő nem hibáztatva érezné magát, nem letolva, amitől nyilvánvalóan bezárkózik, és egyáltalán nem fog semmit átvenni abból, amit mondok, hanem tudjak vele úgy beszélgetni, hogy neki van most ez a nehézsége a gyerekével, vagy nekem is van az iskolában ezzel a gyerekkel, de nézzük ezt a gyereket, ő most ebben a fejlődési korban van. Hogyan tudjuk mi az érzelmeinket kiadni felé, hogy tudjuk az ő érzelmeit úgy fogadni, hogy ebből ne az legyen, hogy bekerülünk két lövészárokba egymással szembe, hanem hogy támogatni tudjuk őt ebben a korban is, amit ugye sok szülő igazán nehéznek gondol. A lövészárkos hasonlathoz hozzászólnék még annyit, hogy az egy dolog, hogy a szülő a bal oldalon, a tanár pedig a jobb oldalon, a gyerek meg középen áll. Igen. Tehát ez a probléma igazából. Igen. Mennyire válik be ez a módszer a mai rohanó világunkban? Mennyivel van nagyobb szükség a mai világban az ilyenfajta segítségre? Őszintén megmondom, hogy én 30 évvel ezelőtt nem gondoltam azt, hogy 30 év múlva még ugyanúgy leülünk egy Gordon csoportban. Tehát én tényleg azt hittem, fiatal pedagógusként, aztán szülőként, hogy meg fog történni egy szemléletbeli váltás, és ezek bekerülnek a tudott
készségeink közé. De azt kell mondanom, hogy ez nem így van, hanem sokkal távolabbról hozzuk ezeket a nevelési mintákat. Különben ezt ma már a pszichológia sok tudományágon keresztül is bizonyítja. Tehát nemzedékekre visszanyúlóan hozzuk azokat a mintákat, amikkel elkezdünk viszonyulni a gyerekekhez. De ami talán még fontosabb ebben, hogy elkezdünk viszonyulni azokhoz az érzelmeinkhez, amik minket bénítanak bizonyos helyzetekbe, és nyilvánvalóan ez az oka annak, hogy esetleg agresszíven kezdünk szólni a gyerekünkhöz, akár az iskolában is például. Tehát nem elég az, hogy a törvénykezés szintjén ma már egészen más az, ahogyan leírjuk a szülő-gyerek kapcsolatot, vagy a köznevelés területén a tanulókhoz való viszonyt. Ehhez meg kell szerezni azt a személyes indítatásunkat is, meg azokat a személyes készségeket, amivel tényleg máshogy tudok viszonyulni. És nem következik be az, amitől nagyon sokan tartanak, hogy persze, hát itt ez most valami olyan, hogy majd itt a gyerek fog a fejünkön ugrálni. Hát nem olyan, tehát azzal ugyanúgy nem lennék elégedett, hanem pont arról van szó, hogy hogyan tudunk egy különböző életkorban lévő gyerekkel vagy gyerekcsoporttal együttműködően viszonyulni egymáshoz, hiszen azt szeretnénk például egy osztályteremben is, hogy ott akkor is legyen egy nyugodt munka, amikor én mondjuk 5 percre kihúzom a lábam, hiszen van valami fontos megbeszélni valóm az igazgatóval vagy a kollégámmal, hogyha ha kézi vezérlésen alapul a gyerekek viselkedése, ezt mindannyian tudjuk, hogy abban a pillanatban felborul a rend. Tehát pontosan arra törekszünk a szülői szerepünkben is, meg pedagógusként is, hogy belsővé váljanak a gyerekben azok az értékek, amit mi a viselkedésről, az egymáshoz való pozitív viszonyulásról gondolunk. Tud nekem mondani esetleg egy érdekes, konkrét példát? Vegyük azt, hogy a pedagógus oktatna, a gyerek rosszalkodik, hogyan kezeli ezt a helyzetet az, aki elvégezte a Gordon tanfolyamot mondjuk? Például olyankor, amikor ülünk egy bármilyen bemutató órán, akár szülőként is, vagy egy nyílt napon, és akkor van egy olyan helyzet, amikor egy gyerek közbevet, úgyis mondhatnám, beszól valami olyat az óra menetébe, ami nem oda kapcsolódik. Ez 2-3 másodperc szokott lenni, környezetében ülők nevetnek egyet, és nagyon érdekes, hogy ilyenkor hányféleképpen lehet reagálni. Például, hogyha a tanár azt mondja, hogy na, hát állj fel, tehát most mondd meg, mi szükség volt erre. Hát megakasztod a tanítást. Azzal, hogy beszólsz, percek telnek el. És amikor ott ülök, akkor érzek magamban egy ilyen sürgetést, hogy szeretném nézni az órámat, hogy ezzel telnek el percek. Tehát ha mondjuk a tanár készen van a humorával, és azt mondja, hogy köszönjük, és ezzel megyünk tovább, például, akkor ez csak 3 másodperc volt, és esetleg abból a vidámságból eredő energia ott maradt a dologba. De azt is tudom persze, hogy nem vagyunk mindig elfogadóak, és nem is szeretném, hogy ez mint egy elvárás legyen a pedagógusok vagy a szülők előtt, hogy mi mindig jó fejként kell, hogy fogadjuk a gyerekek megakasztó viselkedéseit is. Lehet, hogy itt mondhatom azt, hogy ilyenkor félek nagyon, hogy elveszítem a fonalat. Akkor, ugye ezt mi úgy hívjuk, hogy én üzenet most, akkor valamit őszintén mondtam magamról, nem a gyereket minősítettem, ez se vett el több időt, de eljuttattam egy valódi üzenetet, és azt gondolom, hogy a gyereknek is fontos az a kapcsolat, amiben részt vesz, és ez a legjobb módja annak, hogy megragadjon nála, hogy miért is nem jó az a viselkedése, amit csinál. Hiszen tudjuk, hogy a gyerekeknél egy különböző szerepekbe kerülnek bele egy osztályközösségben, egész más, mint amikor egyedül vannak otthon. Eszembe is jut, hogy egyszer azt mondta egy kollégám, hogy ülök a szülői értekezleten, és mit akar nekem mondani az a pedagógus a gyerekemről? Hát én ismerem azokban a kis családi helyzeteimben, de nem ismerem őt akkor, amikor ott van egy nagyobb közösségben. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon érdekes, amit a pedagógus mondani akar nekem is, szülőnek is, és a gyereknek is.
Viszont ennek a legjobb módja, hogyha ezt tudja mondani én üzenetes formákban, hiszen akkor nem jön át vele egy hibáztatás, egy szemrehányás, egy cikizés, amik olyan mellékes, de nagyon lényeges elemei az üzenetnek, amitől a gyerek, vagy akár én szülő, mikor ülök a fogadóórán, akkor ilyen védekező pózban merevedek, és már igazán nem hallom a lényeget. Jól érzem egyébként, hogy az iskolából kilépve az iskolán túl az élet bármely területén használható ez az egész. Hát így van, persze. Tehát amikor esetleg megtanulunk autót vezetni azért, hogy könnyebben eljárjunk a munkánkba, akkor persze autóval fogunk menni a családi nyaralásra is. Tehát ugyanúgy egy nagyon jól használható készségtárról van szó, de azért megmondom a kereteit is. Thomas Gordon úgy fogalmaz, hogy a számunkra fontos kapcsolatokban. Ez egy alapvetés. Tehát én fontosnak érzem a kapcsolatot a gyerekkel, és ő is fontosnak érzi velem. Lehet, hogy nagyon érdekes az is, amikor nem szereteten alapul ez a kapcsolat, vegyünk például egy munkahelyet, nem feltétlenül szeretjük egymást, de érezzük, hogy az együttműködésre szükség van. Ezért a kapcsolat fontos. Ez egy elég motiváció ahhoz, hogy kihozzuk a legtöbbet magunkból a kapcsolati készségeinkben is. Olyankor, amikor valaki már úgy érzi, vagy egy gyereknél úgy érezzük, hogy az iskolával nem tudunk már zöldágra vergődni, egy ember úgy érzi a munkahelyén, hogy sok tekintetben megkérdőjeleződik, hogy fontos-e ez a kapcsolat, ne adj Isten, valaki így érzi a házasságában, akkor ebből az fog következni, hogy kilép belőle. Ez sem feltétlenül kudarc, mert lehet, hogy abban az élethelyzetben ez a legjobb, amit tehetünk. Mi viszont arra koncentrálunk, hogy ezekkel a típusú kapcsolati készségekkel, tehát az értő figyelemmel, az én üzenet fajtáival, a konfliktus megoldásnak, a kreatív és az energiát felszabadító módjával, ezzel a kapcsolatot meg tudjuk őrizni. Mesélj el nekem, hogy mikor kezdődik ez a tanfolyam, hány alkalmas lesz, kiket várnak rá, hány csoportból fog állni, és egyáltalán, hogy miért jó ide eljönni? Először egy csoportból fog állni, aztán lehet, hogy ugyanúgy folytatása lesz, mint évekkel ezelőtt, amikor már rendszeresen dolgoztunk itt a Kösziben. Most a Kőrösi lesz a helyszínünk. Október 9-én kezdődik a tanfolyam, november 20 lesz az utolsó alkalom. Ez azt jelenti, hogy 6 keddi napon, délután 4-től 8-ig. Szülőket és nevelőket várunk, és nagyon hálás mindig az, amikor ilyen tekintetben is vegyes a résztvevők köre, hiszen hát ez egy óriási adomány, hogy szülőként én belehelyezkedhetem egy nevelő szemszögébe, és fordítva ugyanez, ez mindig hozzátesz ahhoz, amit tanulni tudok a szerepről. Gyakran megkérdezik a résztvevők jelentkezéskor e-mailben vagy telefonon is, hogy az én gyerekem kicsi, itt kisgyerekesek lesznek, vagy az én gyerekem kamasz. Az én tapasztalatom és a meggyőződésem is az, hogy sose teszünk be ilyen korosztályi korlátot. Az nagyon jó, hogyha nagyon vegyes a korosztály, hiszen sokszor mondjuk egy kisgyerekes szülő rádöbben arra, a kamasz gyerekes szülő eseteit hallva, hogy na én ott éltem meg valamit kamaszkoromban, amitől mondjuk már most görcsös vagyok, és most mondjuk már teljesíthetetlen elvárásom van a két éves gyerekemmel kapcsolatban. Tehát valójában az a jó, hogyha ebben nincs semmilyen életkori korlát, és most sem lesz. Az október elején induló Gordon tanfolyammal kapcsolatban Györfi László, a Kőrösi ügyvezetője elmondta, a tréningnek vannak kőbányai előzményei, most pedig úgy érezték, ismét életre kell hívni ezt a segítő kurzust. Egy művelődési háznak mindig nagyon fontos az, hogy milyen állandó programokat szervez, és az állandó programok azok, amelyek ugye biztosítanak egy állandóságot a vendégek tekintetében, de mondhatjuk azt is, hogy a bevétel tekintetében, és ez a tanfolyami rendszer. A szeptemberben szoktuk ugye indítani, ilyenkor van lehetőség arra, hogy megnézzük, hogy mi az, amire igény van, illetve milyen új tanfolyamokat indítsunk. Egyrészt ennek van egy olyan része, amit ugye a piac igényel vagy diktál, de természetesen a
mi is mindig gondolkodunk azon, hogy hogyan tudjuk megújítani ezt a tevékenységünket. Ezt tettük most is, hiszen látható, hogy van több új tanfolyamunk, amiből most kiemelek kettőt talán, ugye az egyik az, ami a kézműves dolgokhoz kötődik, hiszen beruháztunk olyan eszközökre, meg egy nagyon-nagyon komoly kemencére, ami lehetővé teszi, hogy egy kerámia tanfolyamot indítsunk gyerekeknek, felnőtteknek. A másik az pedig, hát egy igen izgalmas dolog, mégpedig egy Gordon tanfolyam. Mi azért azt látjuk, hogy szükség van arra, hogy akár szülőknek, pedagógusoknak tudjunk szakmailag is jó dolgokat nyújtani, és hát ez ami elsősorban most a gyerekek nevelésére korlátozódik, vagy vonatkozik. Ez a tréning, amit szeptemberben szeretnénk elindítani. Van ennek előzménye, hiszen amikor én az művelődési házba elkezdtem dolgozni, már nagyon-nagyon régen, akkor ez volt az első ilyen siker tanfolyamon, ami a szülői eredményesség tanulása címet ugye viselte, és Kőbányán szerintem akkor honosítottuk meg ezt az egész dolgot, hiszen nagyon első körben nagyon sok óvónő jelentkezett, és utána ők ezt ugye vitték a óvodájukba, illetve szakmai körökbe. Eltelt egy jó sok idő, és úgy gondoltuk, hogy ezt szeretnénk újból elindítani, ezért kerül sor erre a tanfolyamra össze. Az itt működő, itt folyó tanfolyamok, mondhatjuk, hogy minden generációt lefednek. Mégis azt kérdezem, hogy melyik az a korosztály, akit a legjobban érdekelnek ezek a tanfolyamok? Beszélhetünk idősekről, középkorúakról, fiatalokról, és ha tud nekem számmal szolgálni, körülbelül az összes tanfolyamot egybevetve hányan járnak ide? Ez egy nehéz kérdés. Van statisztikánk, tehát azt ebből ki lehetne bogarászni a látogatói létszámot illetően. Nem tudok erre most pontos számot mondani. Ami hogy kik látogatják a tanfolyamainkat, ugye azt látjuk, hogy ugye a családok, ugye az azt jelenti, hogy a gyerek tanfolyamok a legnépszerűbbek, utána van a közép réteg, ugye, akik a 30-40 év körüliek, és vannak a nyugdíjasok. Tehát ugye, hogy igazából aki hiányzik, és ez szerintem jellemző a művelődési házakra, nem csak nálunk, hogy a középiskola, főiskolások azok az a réteg, akiket nagyon nehéz bevonni ezekbe a programokba. Van erre is természetesen ugye törekvésünk, meg programjaink, ők a legkevésbé vannak jelen a művelődési házaknak az életében, de a többi telephelyünkön is, akár a Köszibe, Újhegyen hasonló a helyzet. Mit terveznek még a jövőben tanfolyamok tekintetében? Hát most szeretnénk a meghirdetett tanfolyamokat sikeresen elindítani, és aztán utána hát gondolkodunk azon, hogy majd a következő fél évben vagy évben mit fogunk majd kitalálni. Szeretnénk ezeket most úgy elindítani, hogy valóban sikeres legyen minden szempontból. A szülői eredményességi tréning október 9-én kezdődik, az utolsó óra pedig november 20-án lesz, ami azt jelenti, hogy az akkreditált képzés 6 héten át tart majd a Kőbányai Kőrösiben. A keddenként tartott alkalmak délután 4-től este 8-ig tartanak majd, így adva lehetőséget szülőknek és nevelőpedagógusoknak arra, hogy eredményesebb kapcsolatokat alakíthassanak ki a gyermekekkel.